Egy skóciai utazás képei. Többek között ezeket hozta el Pécsre Szűcs Miklós az első pécsi zsidó kulturális fesztivál keretében megrendezett kiállításra. Az akvarell képek lelkiállapotokat fejeznek ki, melyek a művész által fényképezett képek alapján születtek. De egy festő számára a fekete az egy szín, ugyanúgy, mint a szürke vagy a fehér. Tehát én nem gondolom egyáltalán, hogy az én képeim színben kevésbé lennének gazdagok, csak nem ilyen savanyú cukorszínű képeket festek, mert az valami olyan boldogságról mesél, amit lehet, hogy nehéz életem volt, de én azt nem ismerem. Ezeket a folyamatos, sikongatásos, boldogságos kéket, zöldet és sárgát, lehet, hogy van ilyen, csak én arról nem tudok. A tárlat másik kiállítója Vojnics Erzsébet, aki 30 éve Szűcs Miklós felesége. A házaspár egymás legnagyobb kritikusa és segítője is egyben. Vojnics Erzsébet hosszú éveken keresztül nagy belső tereket festett emberek nélkül. 2013-tól azonban már figurák szerepelnek a képein. Ez az anyag abból a 13-as korszakból van. Továbbra is figurákat festek manapság. Egészen más milyeneket, mint ezek. Lesz majd most októberben egy kiállításon Budapesten, ami már megint egy tovább lépés, egy másfajta, de figurális. A pécsi tárlat szeptember 13-a és október 15-e között tekinthető meg a Modern Magyar Képtárban.